És akkor ez a mondjuk 4, 8, 12, 30 éven keresztül miért nem történik meg Magyarországon? Mert itthon korrupció van, és mindenki, hát lényegében egy feudális rend van, Orbán van legfelül, azután jönnek a, nem tudom, miniszterek, meg mindenki egyéb más, le vannak osztva, ez a régi konzervatív jobboldali politika. Ez, amit ők próbálnak meg kereszténységgel keverni, de az csak egy rohadt nagy képmutatás meg. Hogyha keresztények, akkor nem csak az lenne, hogy a családokat támogatják, hanem az egyedülálló anyákat is, mert nem csak az a család, hogy apa, anya, gyerekek, hanem vannak sajnos csonka családok is, őket is ugyanúgy kellene támogatni. Én, mint egyedülálló, nincsen se gyerekem, nincsen állam által elismert kapcsolatom. Én ezért miért fizessek több adót? Miért van az, hogy nekem ezért jóval több adót kell fizetnem? Szóval ez nem szól semmiről se, nem egyenlőség van, hanem kivételezések. A kereszténység meg pont arról szólna, hogy mindenki egyenlő. Képmutató polgárs az egész. Tehát ugye arról beszélgettünk, a kollégákkal arról beszélgettünk, hogy vajon milyen Magyarország helyzete, és ha lehetne, mind kellene változtatni. Mármint milyen szempontból? Gazdasági, társadalmi, kultúra, sport, politika. Ön bevezetné az eurót? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert annak is van előnye, hogyha bevezetjük az eurót, de annak is lenne előnye, hogyha... Persze, ezzel spekulálnak mostanában, főleg igen, nyáron, szóval... Hogyha Magyarország kibocsájtana egy digitális forintot. Épp a tegnapi hírekben lehetett olvasni, hogy Kína kibocsájtatta a digitális verzióját a pénznemének. Tehát Kína egy kicsit előrébb van digitalizációban, lehet, hogy érdemes figyelni és hallgatni, hogy mit kell csinálni. Tehát ezt mind... Hát azért Kínáról lehet, nem pont Kínáról kellene a véleményt, vagyis példát venni, bocsánat. Na azért ott a pontrendszer is van, az is ugyanúgy digitális, a technológiához tartozik, szóval... Tehát lehet-e jóra és rosszra használni bármit? Ugye itt ez a kérdés. Persze. Itthon már bebizonyították, hogy csak rosszra tudják. Itt ez a banánhéj. Ezt lehet, igen, jóra használni, hiszen tárolja magát a banán. De ha leteszem és elesek, akkor rosszra használtam? Neked is jött foglalás? Egy pár percem még van. Tehát ez egy nagyon jó... Bocsánat, ez inkább szerintem kulturális kérdés. A héja az addig van, amíg meg nem eszem a banánt, aztán meg itt vannak a szemetesek, oda ki kell dobni. Szóval nekem az a legnagyobb gondom, hogy itthon Balkán van. Vagyis az én véleményem szerint dolgoztam külföldön, Nyugat-Európában, Skandinávországban, sokkal másabb a hozzáállásuk mindenhez, és itthon nem tudjuk ezt egyszerűen megvalósítani, mondjuk csak szemetelés terén, hogy nem fordítunk elég pénzt arra, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet, miközben tudjuk, hogy a világóceánjai tele vannak szeméttel, folyók, a szeméttárolás problémát okoz, egyre nagyobb területeket vesz igénybe, és mondjuk ott lenne a svéd modell, hogy szemétégetőket, amiből energiát csinálni, megfelelő technológiával kevés káros anyag kibocsátást elérni, illetve ők már importálják is a szemetet, szóval mástól veszik a szemetet, hogy energiát állítsanak elő. És akkor ez a mondjuk 4, 8, 12, 30 éven keresztül miért nem történik meg Magyarországon? Mert itthon korrupció van, és mindenki, vagy hát lényegében egy feudális rend van, Orbán van legfelül, azután jönnek a, nem tudom, miniszterek, meg mindenki egyéb más, le vannak osztva, ez a régi konzervatív jobboldali politika. Ez, amit ők próbálnak meg kereszténységgel keverni, de az csak egy rohadt nagy képmutatás meg. Hogyha keresztények, akkor nem csak az lenne, hogy a családokat támogatják, hanem az egyedülálló anyákat is, mert nem csak az a család, hogy apa, anya, gyerekek, hanem vannak sajnos csonka családok is, őket is ugyanúgy kellene támogatni. Én, mint egyedülálló, nincsen se gyerekem, nincsen állam által elismert kapcsolatom. Én ezért miért fizessek több adót? Miért van az, hogy nekem ezért jóval több adót kell fizetnem? Szóval ez nem szól semmiről se, nem egyenlőség van, hanem kivételezések. A kereszténység meg pont arról szólna, hogy mindenki egyenlő. Képmutató polgárs az egész. Bocsánat. A másik oldalról mi a véleményed? Az ellenzékről? Ugyanaz. Szóval ott van Gyurcsány, ő hozta létre az, vagy hát
lényegében miatta lett NER, ugyanúgy fenntartja, már réges-rég ki kellett volna szállni a politikából. Pont az tudja csak elérni, amit a Fidesz propagandált, Orbán vagy Gyurcsány, Orbán vagy Gyurcsány. Válasszál a két régi közül, 30 éve ezt a hülyeséget hallgatjuk, valami tökre más kellene most már, csak az embereknek is fel kellene ezt fogni, hogy nem Orbán vagy Gyurcsány van, vannak más lehetőségek is. Az ellenzék is szerintem ugyanolyan korrupt, róluk is ugyanúgy kiderültek ügyek, Momentum is olyan embereket állítottak pozícióba, akikről tudták, hogy vannak piszkos ügyeik, ezt nevezik tiszta koalíciónak, adjuk már. Szóval itthon az egész politikát rendbe kéne tenni szerintem. Semmi más az egész, csak lopják a pénzünket úgy, ahogy van. Semmi fejlődés nincs, magasak az adók, Európában itt a legmagasabb az áfa, 27%, szar a forint, egyre drágább, a banán is, meg mit tudom én, egy hónappal ezelőtt meg tudtam venni 350-nél, most már 400 forint kilója. Egyre szarabb itthon minden, nem foglalkoznak semmivel, csak magukkal. Arról beszélgetünk, hogy ahhoz, hogy kétharmaddal nyerjünk, ugye meg kell nyerni, be kell húzni mindenkinek azt a megfelelő rubrikába az X-et. És arról beszélgetünk, hogy erre most kinek van esélye. Tehát igazából, ha mi erről beszélgetünk, és ezt minél több ember látja, és elkezdik önmagukban azt a elképzelést, gondolatot összerakni, hogy igenis erősödik, formálódik egy olyan erő, amelyik nem arról szól, hogy a régmúltat szólítsuk most már meg, hanem arról, hogy gazdasági alapon rendbe rakjuk az országot, akkor én hiszek abban, és tudom, hogy bent a fülkében felelősség teljesen fognak tudni választani. Ebben hinni kell, mert nem lehet az, hogy beleragadunk ebbe a rendszerbe. Ebben megegyezünk, igaz? Persze. És azt mondom, hogy már ezzel a riporttal, ami itt van, hozzájárultunk ahhoz, hogy lehet, hogy csak 100, lehet, hogy 1000, de lehet, hogy 1 millió ember egyszerűen másképp fogja ezt gondolni. Legyen úgy. Ezért vagyunk országjáró túrán, ezért vagyok itt Debrecenben, hogy megszólítsam az embereket, és ez az információ eljusson mindenkihez, és nem csak Budapesten vagy mindenféle más helyeken üldögélve mindenféle terveket szőni, ami aztán vagy megvalósul, vagy nem. Itt kell lent lenni a területen, hogy megbeszéljük ezeket. Meg fog ez változni. Remélem, megoldás, mozgalom, áprilisban. Rendben? Rendben. Köszönöm szépen, jó étvágyat. Köszönöm szépen.